Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt időszakban hozzászoktunk ahhoz, hogy rangos kulturális intézményhez méltóan a Szent István Művelődési Ház olyan programoknak ad otthont, amelyek kivételesek, mondhatom én. Így lesz ez ezen a héten is, pénteken, illetve szombaton. Pénteken a 9. Dávid Popper nemzetközi cselló versenyre kerül sor. Szombaton pedig Kósa Klára, kerámikus művész, illetve Simon Illata, könyvtervező iparművész mutatkozik be. Vendégeim Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, és Szili Gabriella, cselló tanár. Örülök, hogy itt vannak velünk. Köszönjük a lehetőséget. Nos, hozzászoktunk ugye az elmúlt időszakban a Szent István Művelődési Ház vállalja azt a missziót, hogy a klasszikus zenei koncerteknek is otthont ad, hiszen az Albarégia Szimfonikus Zenekar nemrégiben járt, és tulajdonképpen egy folyamat része. Viszont ez a cselló verseny, én azt gondolom, hogy nem csak a nemzetköziség okán is kiemelt rendezvény. Ennek tükrében miért születik meg az a döntés, hogy igenis ott van a helye a város, a királyi város kellős közepén a zenének is? Köszöntöm a kedves tévénézőket, és köszönöm a kérdést is. Gondolom, hogy azért, mert a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, figyelembe véve a város egyébként zenei kulturális életgazdagságát, mindenféleképp arra törekszik, hogy ezen belül is, tehát a komoly zenén belül is próbáljon meg egy olyan szeletet kitölteni, amely valóban rendkívüli és nagyon egyedi. Többek között ide tartoznak azok a komoly zenei koncertek, amelyek eddig is megrendezésre kerültek, és ide tartozik a 9. David Popper nemzetközi csellóverseny díjazottjainak is a koncertje. Ebben nagyon nagy segítségemre van, és minden komoly zenei koncert szervezésében nagyon fontos számomra, hogy kikérjem a véleményét Szili Gabriellának, aki most a meghívott vendégünk, az Allegro Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezetőjének, akinek a hosszú pályafutása során nagyon-nagyon fontos a fiatal tehetségek gondozása. A nemzetközi cselló versenyen is, amelyről igazából maga Gabi fog majd tudni nekünk szerintem egy pár szót mondani, hogy miért és fontos ez, és hogy milyen megmérettetésen, és hogy nemzetközi szinten hány országból és hányan érkeznek meg ide, és milyen nemzetközi zsűri előtt vesznek részt ezek a fiatalok a megmérettetésen. Úgyhogy én át is adnám a lehetőséget, a kérdezést is, és a válaszadást is Gabriellának, hogy válaszoljon akkor ezekre a kérdésekre. Először is ismerkedjünk meg David Popperrel egy kicsit, hiszen ő egy legenda. Így igaz, a 19. század nagy csellóművésze és pedagógusa volt, és nagyon hosszú éveken keresztül a Zeneakadémiának a professzora, kamarazene tanára volt. Egyébként cseh születésű vagy származású művész. A verseny, amiről most beszélünk, ez már megtörtént. Ez a tavalyi évben zajlott, innét 20 kilométerre Várpalotán. A Túri Várad mindig otthont, vagy legalábbis az utóbbi években ennek a versenynek. Ez a 9. alkalom, ahogy említette. Ez a verseny 2000 óta van Várpalotán, és ami az apropója a pénteki koncertnek az az, hogy Ági, ahogy engem dicsér, amiatt, hogy én támogatom a fiatal tehetségeket, ő úgy szintén támogatja, és örült annak a lehetőségnek, hogy ennek a versenynek a Magyarországon lakó díjazottjait elhozhatja ide Fehérvárra, a Szent István Művelődési Központba egy nagyon színvonalas koncertet adni. Ez egy fontos lépés mindenképpen, annál is inkább, mert a cselló egyre népszerűbb műfaj. Én például tegnap voltam az Aranybulla könyvtárban, egy remek két fiatal, az Albarégia Szimfonikus Zenekar két fiatal tehetsége játszott, kicsit mást, nyilván, tehát nem klasszikus cselló versenyek voltak, hanem más műfajokba is elkalandoztak, de ők is arról beszéltek, hogy egyre inkább megszokott, hogy fiatal hölgyek is egyre inkább választják. Mi lehet ennek az oka? Ez a Red and Wine duó, ők igen, játszottak, igen. A Red Wine duó volt. Hérics Csenge növendéken volt valamikor, és Várpalotán ezen a versenyen annak idején részt vett egyébként. Hogy mennyire népszerű, azt így nem tudom megítélni, de szeretettebb hangszerré vált a cselló emiatt, hogy sokféle műfajban megtalálható most már, és használják is, mert a tucellóz is, akkor csengék is, akkor ott az Apokaliptika együttes, az a finn hard rock együttes, fantasztikus egyébként a 4 vagy 5 csellójával.
De a versenyen, a mi nemzetközi versenyünkön most a legutóbbi alkalommal hangzott el az a nézők sorából, hogy nem is gondolták, hogy milyen virtuóz hangszer a cselló. Lehet, hogy méreténél fogva, vagy a hangfekvése miatt, vagy azért, mert zenekari hangszer, nem gondolják, hogy ugyanolyan művek előadását lehet tenni a csellón, mint például egy hegedűn. Talán még egy kicsit szebb hangon is, vagy legalábbis nekem szebb hangja van a csellónak. Nyilvánvaló. És én azt gondolom, hogy egyre többen, ugye a díjazottak jönnek ide hozzánk, és már is akkor a díjazottakról beszéljünk, mert feltűnt nekem azonnal egy név, hiszen Fóris Abigail, és ez a család a zenéről híres, itt Fejér megyében és Székesfehérváron, hiszen az édesapa is az Alba Régia Szimfonikus Zenekar tagja, tehát jó úton járnak. Abszolút, és amikor a koncertszervezést kezdtük Ágival, akkor a kérésem volt, hogy amellett, hogy megmutatjuk, hogy ezen a rangos nemzetközi versenyen milyen fiatal tehetségek vannak Magyarországon, a helyi tehetségeket is feltétlenül mutassuk be, mert fontos, hogy példát lásson ő, vagy akár a környezete maga előtt, hogy hova lehet eljutni azzal az elkötelezettséggel, amivel Abigail is rendelkezik. Róla azért azt el kellene mondanom, hogy a tavalyi évben volt a minisztérium által 3 évente megrendezett Friss Antal Gordonka verseny, és ő a korcsoportjában 2. helyezett lett. Tehát Abigail már most versenygyőztes, hogy így mondjam. Számtalan versenyen találkoztam ő vele már, és kiváló, tehetséges fiatal csellista, tanára Hartyányi Zsuzsanna, a Hermann Zeneiskola művésztanára, illetve hát az Alba Régia zenekarnak csellistája Zsuzsa. A versenyző, a díjazottak közül, ahogy említettem, Magyarországon levő, de nem feltétlenül magyar csellistákat fogunk hallani pénteken. Zhang Chin-sok, ő kínai származású, de Magyarországon született fiatal csellista, már 5 éves korában elkezdett a hangszeren tanulni, és jelenleg a Zeneakadémia tanulója Varga István tanár úrnál a fiatal tehetségek osztályában kezdte 11 évesen a tanulmányait a Zeneakadémián. Shimizu Yosuke, ő szintén Magyarországon tanuló, de japán csellista, a fiatal tehetségek osztályába kezdte ő is a Zeneakadémiát Oncai Csaba professzornál, és Rinko Krisztián fog szerepelni még, aki ettől az évtől Svájcban, Bernben tanul a Zeneakadémián. Tehát ez egy misszió tulajdonképpen az önök részéről. Mi hívta életre, hiszen ez a 9. immáron? Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a fiatalok megmérettessenek egy olyan rangos szakmai zsűri előtt, amely tulajdonképpen a jövőjüket is bizonyos értelemben meghatározza. Abszolút. 2000-ben volt az első csellóverseny Várpalotán, és akkor pont ez volt a szándék. Abban az időben, azért az már 20 nem tudom hány évvel ezelőtt volt, nem volt az rendszeres, hogy a zeneiskolás korú gyerekek elmenjenek nemzetközi versenyre, részben azért, mert kevés van Európában, részben azért, mert az elutazás az elég drága mulatság, és akkor azt gondoltam én, hogy talán Magyarországon kéne rendezni egy nemzetközi versenyt, és így lett akkor ez a 2000-es verseny, ami aztán annyira híressé vált, ezt a szót kell használjam, és a szakmában elismert rangos verseny, számon tartott rangos verseny, hogy a világ minden tájáról érkeznek ide versenyzők, Amerikától, Japánon, Ausztrálián keresztül. A legutóbbi versenyen, ami tavaly novemberben volt, 19 országból 78 résztvevő vett részt, ez 2 fordulós ez a verseny, és a nemzetközi zsűrit Oncai Csaba Kossuth Díjas Gordonka művész vezeti, a zsűriben amerikai, német, lengyel, dél-koreai csellóművészek, illetve 2 magyar csellóművész vesz részt, Pólus László és gyorsan akartam mondani, milyen Szilárd, ezt ki lehet vágni talán. Jó, no, viszont beszéljünk egy kicsit a művekről, hiszen nem túlságosan gyakori, bárha itt most az előadott műveket nézzük, azért feltűnik Paganini, Haydn, Schubert, Tchaikovsky neve, és így tovább. Ugyanakkor, és itt van természetesen David Popper is. Mennyire gyakori
a cselló mű, amit külön így írnak a szerzők. Ezek, amik a műsoron szereplő művek, ezek szinte a legnépszerűbb repertoár darabok. Nem csak az ilyen fiatal művészek repertoárjában szerepelnek, hanem a nagy és elismert művészek is gyakran játsszák ezeket a darabokat, mert olyan technikai nehézséget és olyan zenei anyagot közvetítenek, amik értékek, illetve nagyon látványosak, és a hallgatóság örömmel hallgatja ezeket a műveket. A Popper darab, amit játszanak a fiatalok, ez a Requiem, ez egy különlegesen szép mű, és eléggé ritkán hallott mű. Ezen kívül mai szerzőtől is előadnak három csellós darabokat, mert az egy csellónál szoktam mondani, a több cselló az még szebb, és ha már egy helyen ennyi csellista megterem, akkor az a minimum, hogy leüljenek egymással játszani. De ez nem újdonság Fehérváron, mert egy 4 évvel ezelőtt volt egy cselló fesztivál, egy egyhetes rendezvény, ami erről szólt. A kurzusok mellett koncerteket adtak a fiatalok, a iskoláskorúaknak volt zenekari koncert, ahol szólóműveket játszottak, amire próbajátékot kellett játszaniuk a jelentkezőknek, és volt a záró a Himmelházba, ami viszont csak 8-10 csellós művek előadásával zajlott, úgyhogy tulajdonképpen már lehet, hogy van közönsége. Érdeklődéssel várjuk minden esetre, és ott leszünk, ígérem, mint ahogy ott leszünk szombaton 16 óra 11 perckor is, hiszen ne feledjük, hogy mit is mondott Kósa Klára. Magyar vagyok, mi magyarok ilyen színesek vagyunk, fényesek, ragyogók. Hozzátett, hogy nincs külön népművészet és magas művészet, művészet van, és mi művészek vagyunk, ezzel egyetérthetünk. Mielőtt róla beszélnénk, miért 16-11? Kósa Klára, már ebből a felkonferált rövid részletből is lehet hallani, ő valóban a teljes személyiségével próbálja hirdetni és vállalni, hogy magyar, és azt a fajta kultúrát, amelyet ő képvisel. Mint ahogyan te is mondtad és idézted tőle, hogy nincs külön népművészet, nincs magas művészet, van művészet van. Ő akkor mondta nekem, hogy Ági, nincs olyan, hogy 16 óra. 16 óra, akkor senki nem jelenik meg pontosan egy kiállítás megnyitón, legyen az 16 óra, 11 perc. Azt mondta, hogy hidd el nekem, hogy ez egy pszichológia. Mikor meglátják az emberek a meghívón a 11-et, akkor elkezdenek gondolkodni rajta, hogy mi van. Miért pont 11? És onnantól kezdve sokkal inkább érdekli őket, és megfogja őket az a fajta dolog, hogy mire is hívjuk meg őket. És ez valóban így van. Sokan megkérdezték tőlem, hogy miért pont 16 óra 11? És mondtam azért, hogy mindenkit meg tudjunk várni, mert nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a kiállítást valóban minél többen megtekintsék. És a kiállítás megnyitóra is, aki teheti, minél nagyobb létszámban jöjjenek el, majd azt követően pedig a hosszú kiállítási időtartam alatt, tehát amely július 15-éig tart, lehetőséget tudjunk kínálni arra, hogy jöjjenek és érkezzenek. Igen, annál is inkább, hiszen a népművészet mesteréről van szó. Itt még a találkozásunk elején beszéltünk arról, hogy a Magyar Művészeti Akadémia akadémikus, a keramikus művészünk, és nemrégiben ünnepelte 75. születésnapját, ami egy nagyon-nagyon fontos életmű kiállítással járt együtt Budapesten. Bizonyosan nem csalódott, aki ott volt, de azért azt hiszem, hogy ezt majd meggyőződhetnek arról, hogy aki most megnézi, hogy ez pazar, fantasztikus. Honnét jött a gondolat, hogy meginvitáljátok? Hiszen itt azért, hadd mondjam el, hogy magad leszel a háziasszony, viszont Spány Antal megyés püspök úr is mond köszöntőt, illetve Soltonyi professzor is itt lesz velünk. Talán hagyj idézzem mindjárt Reményi Sándor a Szőnyeg viszálya című verséből azt a nagyon pici részletet. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak viszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Kláráról tudni kell, hogy nagyon erős és mély hitvallása van, erősen keresztény. Mint ahogy a munkáiban is nagyon-nagyon erősen megmutatkoznak a keresztény és a zsidó szimbólumok, tudni kell róla, hogy minden munkája kézzel alkotott. Bár tudnak kétszer ugyanolyan munkát alkotni, tehát tudnak akár két dísztárgyat, vagy két vázát, vagy két faliképet készíteni, de ő vallja, hogy nem, mert minden munka egyedi, és minden munkának meg kell adni, és minden elkészített alkotásnak meg kell adni az egyediségét, hogy úgy hason az emberekre. Szintén talán hozzátartozik Klárának a hitvallásához,
hogy a teremtő nélkül igazából nincs művészet, nincs igazi alkotás, és ez nagyon-nagyon fontos. Hiszen azok az emberek, akik a művészet területén képviselnek valamilyen fontos szerepet is, ez legyen akár a zene, akár az irodalom, akár a tánc, vagy a színház, vagy a másfajta alkotó művészet, szinte mindenkinek tudnia kell, hogy igazából az a fajta teremtő erő, amely bennük van, és amely őket körülveszi, és az alkotás örömét igazából, vagy az alkotás örömével ajándékozza meg őket, az egy olyan kiváltságos ajándék, amivel valójában ők rendelkeznek, és ők hivatottak arra, hogy nagyon sokak számára tudják ezt közvetíteni. És többek között, hát emiatt, Kósa Klárának én ismertem a munkásságát, Kósa Klárát meghívni mi már terveztük még a pandémiás időszak előtt is, csak sajnos közben jött a pandémiás időszak, így nem lehetett. Majd, mint ahogyan te is említetted, most volt a 75 éves születésnapja alkalmából az életmű kiállítása a Vigadóban. 55 éve alkot, hiszen nagyon-nagyon fiatalon, 20 évesen lett már elismert iparművész, és az 55 éves alkotói munkájához 55 más művészt is meghívott. Számára nagyon fontos az a fajta hitvallás is, hogy a művészeti világban fontosak azok a barátságok, amellyel egymást gazdagítják és egymást erősítik. Emiatt tartja a különböző kurzusait egész Magyarország szerte, és itt meghívta azokat a barátokat, akik a művészeti pályán, az alkotói pályán szintén valami különlegeset és valami nagyon fontosat alkottak. És ezek az alkotók pont olyanok voltak a hitvallásukban, mint ő, akik egyébként a tudásukat és azt a fajta mesterségbeli tudást, amelyet megszereztek a hosszú évek tapasztalata alatt, hogy ezt továbbadják a fiataloknak. Tehát itt is nagyon fontos a tehetséggondozás. Annál is inkább, hiszen itt szombaton is lesz vele egy művész, egy tipográfus, Simon Ilona, könyvtermezőiparművész, aki azt hiszem, hogy megint csak a szakmája, választott hivatás egyik legjobbja, hiszen kivételes alkotói élmény, ahogy ő ír, ha a betűk szubjektív használatával sikerül egy-egy számomra fontos belső vízió üzenetét átadni, mondja ő. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez így teljesen kerek. Igen. A kérdés még továbbra is, hogy ezek az alkotások ugye megtekinthetőek. Viszont lesz-e alkalom arra, hogy szót váltsanak a látogatók a két művésszel? Mindenféleképp. Egyrészt magán a kiállítás megnyitó alkalmával is, és Kósa Klárával beszélgettünk, és természetesen időpontot még nem döntöttünk el, mert úgy beszéltük meg, hogy a kiállítás napján, amikor ő megérkezik, aznap fogjuk eldönteni a kiállítás időtartama alatt. Szeretnének olyan tárlatvezetéseket tartani, és olyan beszélgetési lehetőségeket biztosítani, ahol az érdeklődők eljöhetnek majd, és ők személyesen is bővebben fognak majd az egyes munkákról beszélni, magáról az alkotói tevékenységről, és minden olyan dologról, ami egyébként ehhez a művészeti ághoz kötődik, amelybe beletartozik maga az is, hogy elkészítem, az is, hogy a vásárlót, hogyha valaki meg szeretne vásárolni, hogy hogyan vásároljunk, ha ajándékozni szeretnénk, miért fontos figyelembe venni bizonyos szempontokat, hogy kinek, miért pont azt, és mi az, aminek örülne. Számtalanféle dologra kiterjed igazából mind Klárának, mind pedig Simon Ilonának az ilyenfajta magatartást is támogató tevékenysége. Igen, hát ez egy fontos adalék. Nos, hát akkor én köszönöm szépen, annál is inkább, mert hogy tehát ismét bebizonyosodik, hogy a Szent István Művelődési Ház valóban a keresztény szellemiség otthona egyik oldalról, másik oldalról pedig olyan programokkal várják a kultúrát kedvelő székesfehérváriakat. Vannak nagyon sokan, hála Istennek, akik, ami azt hiszem méltó ehhez. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Mi köszönjük a lehetőséget, köszönöm. És várjuk. Tehát kedves nézőink, akkor hadd ismételjem el, tehát pénteken találkozunk a Szent István Művelődési Házban, ahol a 9. David Popper nemzetközi cellóverseny díjazottjainak hangversenyét láthatják, majd május 28-án szombaton pedig 16 óra 11 perckor Kósa Klára a keramikus művész, illetve Simon Ilona a könyvtermező iparművész programját, illetve kiállítását tekinthetik meg. Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket. Viszontlátásra!